5 évvel ezelőtt hogy jött az ötlet arra, hogy ezt megrendezzék itt is? Hát, hogyha jól emlékszem, akkor azt hiszem, hogy talán a Molnár Attila, aki akkor hallgatónk volt, és ő volt a kollégiumi HÖK-nek az elnöke, ő vetette fel, hogy nem kellene ezt megszervezni, és mi rendkívül örültünk ennek az alulról jövő kezdeményezésnek, és egyértelműen melléjük álltunk, illetve ugye mellé álltunk, és első alkalommal így szerveztük meg. Van ennek egy kis sajátossága, egy picit eltérünk az európai hagyományoktól, hiszen az európai hagyományok szerint ez péntek éjszaka kerül megrendelésre a kutatók éjszakája. Az a tapasztalat, hogy a pénteki nap ez számunkra nem megfelelő, hiszen mind a hallgatóink, mind azok a falusi gyerekek, akik ugye vagy nálunk tanulnak, vagy akár a környező iskolákban tanulnak, számukra a pénteki nap ez nem elfogadható, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy csütörtökre tesszük át a kutatók éjszakáját. Tehát van ennek egy ilyen kis sajátossága, ami a mi körülményeinkhez van szabva, igazítva, ezért van csütörtökön. Az első alkalommal nem volt még ilyen népszerű, mint most el kell, hogy mondjam, sokkal kevesebben vettünk benne részt, de úgy látom az 5 év alatt, hogy határozottan egyre népszerűbbé válik. Elmondhatom azt is, hogy a volt tanítványaink, akik iskolákban dolgoznak a környező falvakban, ők is elhozzák a diákjaikat, természetesen a college-ből eljönnek, a mi biológia szakos hallgatóink itt vannak, és örömmel mondhatom, hogy ebben az évben Királyházáról érkezett egy népesebb csapat, a királyházai kolléganő szervezte, hozta, lelkesítette a gyerekeket, én magam is nagyon örülök ennek. A kutatók éjszakájának megvan a maga időpontja, ez általában szeptember 26-ára esik. Tehát ez a szeptember 26-ai nap, ez a kutatók éjszakája. A mi kollégáink maguk is kutatók, de nem hívunk meg egyelőre más kutatókat, hanem azt a célt tűztük ki, hogy a saját főiskolánk népszerűsítését, vagy a tudomány népszerűsítését a főiskola kollégáink keresztül, vagy segítségével így próbáljuk meg ezt megoldani. Ugye a célja elsősorban természetesen az, hogy felkeltsük a figyelmet a természettudományok iránt, hiszen mindnyájan tudjuk nagyon jól, hogy a természettudományok azok nem annyira népszerűek, nehezek. Sajnos hagyományosan azt vesszük észre, hogy az iskolákban sem megfelelően oktatják. Nagyon száraz az egész tudomány, az, amit az iskolában tanítanak ebből, és mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez ettől sokkal több, sokkal érdekesebb, sokkal látványosabb, és egyértelműen arra törekszünk, hogy mindenképpen valamilyen látványos oldalát mutassuk meg a természettudományoknak, hogy felkeltsük az érdeklődést, ebbe az irányba vigyük a gyerekek érdeklődését, hogy tanulják a természettudományokat, és akkor a távlatokban pedig legyenek kutatók. Jöjjenek hozzánk tanulni a főiskolára, és utána legyenek kutatók, és maradjanak nálunk, mint oktatók, segítsék a munkánkat tovább. Hiszen erre is van példa, hiszen azok az előadók, akik ma előadni fognak, azok közül, illetve vállalták a programoknak az előkészítését, azok egy kivételével mindenki, ami volt tanítványunk, és szintén vagy PhD-s hallgatók már jelenleg, vagy már lassan ezt a pályát fejezik, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, kollégák, ők végzik. Lesz a kutatók éjszakájának folytatása jövőre? Én nagyon remélem, hogy lesz, hiszen ez csak tőlünk függ, ezt mi kezdeményezzük, mi csináljuk magunknak és azoknak, akik szeretik a természetet, a természettudományokat, a kutatást, a kutatókat. Úgyhogy lesz.